A Debreceni Egyetem egészségügyi kara folyamatosan alkalmazkodik a megváltozott munkaerőpiaci körülményekhez, és nyit a nemzetközi esedés irányába, illetve szélesíti nemzetközi kapcsolatait. Ennek részeként 2017-ben elindították az angol nyelvű egészségügyi-szociális munkamesterképzést. Idén nyáron futott ki az első végzős évfolyam, 12 diák vehette át diplomáját az intézményben. A hallgatók a világ különböző pontjairól érkeztek Nyíregyházára. Angeli például Szingapúrból, tervei között szerepel, hogy a mester után a PhD képzést is elvégzi. Amikor jelentkeztünk az iskolába, először azt hittük, Debrecenben van, de miután megtudtuk, hogy az oktatás Nyíregyházán zajlik, idejöttünk a csoportunkkal. Nagyon szeretjük a várost is, mert kicsi, csendes, nyugodt és biztonságos. Mivel kevesen vagyunk, ezért nagyon közel állunk egymáshoz, és úgy élünk itt, mint egy család. Az intézmény 2020. szeptemberétől a szociális munka és szociális gazdaság elnevezésű nemzetközi képzést is elindítja. A mesterszakot magyar és angol nyelven is meghirdetik. Utóbbira idén kapott engedélyt az egyetem az oktatási hivataltól. Ezt a folyamatot egy hosszú munka előzi meg. Alapvetően az a feltétele, hogy legyen meg ennek a képzésnek a magyar nyelvű akkreditációja. Ezt követően megtörténik ennek az akkreditációs anyagnak a fordítása, és természetesen azért alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy vannak olyan kurzusok, amelyek mondjuk egy külföldi számára nem teljesen értelmezhető, például a civil jog, az a magyarok számára, a magyar hallgatók számára nagyon érdekes kurzusként jelennek meg, vagy jelenik meg a mintatantervben. Ennek ellenére például a külföldi hallgatók nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ezért a mintatantervünkben is egy nagyon picit alkalmazkodni kell ahhoz, hogy itt alapvetően egy olyan külföldi vagy idegen nyelvű képzésről van szó, ahonnan sok helyről, a világ különböző területeiről jönnek hozzánk. A mesterképzés feltétele az alapszakos diploma, illetve van felvételi elbeszélgetés a magyar és az angol nyelvű képzésre jelentkezés esetén is. Külföldi diákok számára ez videóhíváson keresztül történik. Az angol nyelvű mesterképzést elsősorban a külföldi diákok számára hirdetik meg, de ettől függetlenül magyar diákok is jelentkezhetnek. A magyar nyelvű képzés indul költségtérítéses formában is. Az idegen nyelvű képzés díja viszont 5000 dollár tanévenként. A külföldi diákok ehhez kétfajta ösztöndíjra is pályázhatnak. A két év alapvetően arról szól, hogyha valaki bármilyen szintű, akár középvezetői, akár felsővezetői funkcióba kerül, vagy szeretne kerülni, akkor megtanulja azokat az ismereteket, és elsajátítson olyan készségeket, képességeket, amik a vezetői funkcióhoz szükségesek. Tehát lehet, hogy valaki nagyon jó szociális munkás, kiválóan elvégezte a szociális munka alapszakot, de amikor egy intézménynek mondjuk a vezetője, vagy középvezetője lesz, akkor ott már felmerülnek olyan típusú feladatok, ami nem menedzsment feladatok, marketing feladatok, jogszabályoknak a nagyon pontos ismerete, amit praktikus, úgy gondolom, egy egyébként relatíve rövid idő alatt elvégezhető mesterkurzuson megtanulni. A mesterképzés 7 európai egyetem együttműködésének köszönhetően indul, így a két év után közös diplomát kapnak a diákok. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban is elfogadják a végzésüket igazoló diplomát, ehhez azonban az adott ország nyelvének ismerete is feltétel legtöbbször. Hazánkban a szociális szférában ma már szinte minden területen jelentkezik a szakemberhiány, így például az idősellátásban, de a családsegítés és gyermekjólét területén is tapasztalható a szakképzett munkaerőhiány, tette hozzá Fábián Gergely.